Fontos megtalálni az egyensúlyt a szabadság és a fegyelmezés között, ha gyermeknevelésről beszélünk, hangsúlyozta a napokban megtartott gyulai előadásán Uzsaliné Pécsi Rita. A neveléskutató főiskolai tanár a katolikus közösségi házban arról is beszélt, hogy alapvetően szabadságra és nem engedelmességre nevelünk, de mivel a gyermekek nagyon hamar kikerülnek a családból abba a világba, ahol sok mindennel szembesülhetnek, ezért fontos, hogy kialakuljon bennük az az iránytű, melyre építhetnek. Érzik is a szülők is, meg a nevelők is, hogy szükség van a szabadságra, tehát egy szabad döntési képességre, csak az a baj, hogy félnek a fegyelmezéstől, mert hogy akkor hátha letörik a szabadságnak a szárnyait. És ennek a kettőnek az egyensúlyát megteremteni nagyon-nagyon fontos, mert különben nem alakul ki. Tehát ez a feltétele, hogy ezeket megtapasztalja, és azok beépüljenek. Tehát, hogy a külső fegyelem belsővé váljon. Ha nincs külső, nem lesz miből beépíteni. Sokféle eszköz létezik arra, hogy a külső fegyelem belsővé váljon, ezek korosztályonként eltérnek egymástól. Általánosságban elmondható viszont, hogy a karám szabály jól alkalmazható. Felállítani egy nagyon világosan látható karámot, ami tágul, és azon belül szabadság van. Tehát, hogy mindig láthassa azt, hogy vannak határok, de vannak, ahol te döntesz, és ott a felelősséget is vállalni, tehát következetesség. Tehát, hogyha valamit ugye elengedek és rábízok, akkor annak mindig van következménye. Tehát anélkül nincs felelősség, hogy nincs következménye, és akkor lassan megérzi annak a saját döntéseinek a súlyát, hogy választhatom azt, hogy szembe megyek a szabállyal, választhatom azt, hogy ennek ellentmondok akár adott esetben, de akkor annak neki kell ütközni a következményeknek, azoknak a bizonyos karámoknak. Nagyon fontos szabály még az is, hogyha ezeket így megtapasztalja, lehessen újra kezdeni, tehát például lehessen tévedni. Tehát a tévedést az nagyon, nagyon üldözzük sajnos, hogy jaj, csak hiba ne csúszson bele, jaj, csak nem mer dönteni. Tehát ahol nincs tévedés, ott nincs tanulás. Uzsaliné Pécsi Rita elmondta, az igazi szabadság azt jelenti, hogy az ember számol döntései következményeivel. Fontos, hogy a gyermek megtanuljon dönteni, de az is, hogy vállalja a felelősséget tetteiért.